Fegyveres rablás, erőszakos bolti tolvajok, évi másfél milliós lopáskár és rettegő alkalmazottak. Ebből lett elege az egyik szegedi kisbolt hálózat tulajdonosának, és biztonsági üveggel vette körbe az árukészletet, a pénztárgépeket, és emögül szolgálnak ki az eladói is. Biztonsági üveget több hazai boltban is használnak, de olyat, mint a szegedi, ritkán látni. A tulajdonos szerint vevői többsége már megszokta a rendszert, és mióta ezt használja, egyetlen boltjából sem tűnt el semmi. Rablás az egyik szegedi kisboltban. A férfi hatalmas konyhakéssel hadonászik, az eladónak esélye sincs elmenekülni előle. Odaadta a pénzt, nehogy baja essen. A rablást a biztonsági kamerák rögzítették. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A kisbolt tulajdonosa ezután szereltette fel a biztonsági üveget, szinte mindenütt. A bolt sajátosság ez a fakus rendszer. Ez nagyon lehetővé tette azt, hogy egy eladó onnan, egy eladó innen, hogyha nézte, akkor itt el lehetett bújni a fakuk között. Ceglédi Attila, a szegedi bolthálózat egyik tulajdonosa, azt mutatja stábunknak, hogy a bolt és az árukészlet elrendezése szinte vonzotta a tolvajokat. Sosem volt olyan leltár, ahol ne hiányzott volna valami. Rendszeresek voltak a lopások. Hátulról is kell valami? Lackó Anikó régóta dolgozik a boltban, több tolvajt is elkapott már, de, mint mondja, még többen elszaladtak. Sokat ismer közülük, és volt, hogy megfenyegették. Jött a fenyegetőzés felénk, hogy ez történik velünk, az történik velünk, hogyha még egyszer merünk szólni. Innen úgy sétáltak már ki az emberek, mint a sajátjukat vitték volna a saját konyhájukból, vagy akárhonnan. Ez ilyen szinten ment a lopás. A biztonsági üveg került fel először, de ahogy ezen a másik biztonsági kamerás felvételen látszik, ezt is kijátszotta egy férfi. Felmászott a 3 méter magas üvegfalon és kipakolta a felső sort. Most a biztonsági üveg mellett rácsok és drótháló mindenütt. Mióta ezeket is felszerelték, nem volt lopás a boltban. Rablás is csak egy, de az sem sikerült. Egy érdekes beszélgetés volt a rabló és a dolgozom között, de a végeredmény az volt, hogy hát a rabló eloldalgott és egy darab kakaós csigát vitt el, amit még a rablás előtt kért ki a pultból, ugyanis az üvegfal megvédte a boltot, és a dolgozom gyakorlatilag kinevette a rablót, és mondta, hogy inkább menj el, mert még bajod is lesz belőle, mert a kamerák fölvették az eseményt. Napi 5000 forint, ennyi volt az átlagos lopáskár csak ebben az egy boltban korábban. Összesen 1,5-2 millió forint évente. A biztonsági üveg felszerelése ennek az összegnek a töredékébe került, és a tulajdonos szerint pár hónap alatt megtérült.